Dr. Hársfalvi Péter a Nyíregyházi Főiskola történelem tanszékének alapítója volt. 1985-ben bekövetkezett haláláig tanárok generációit oktatta. Kollégái és szülőfaluja Ófehértó önkormányzata 2014 óta tartanak emléknapot, ezzel tisztelegve a Hársfalvi tanár úr által teremtett értékek előtt. A szervezők két kategóriában hirdettek ösztöndíjpályázatot a tehetséges ófehértói diákok számára. A díjat minden évben azok a 8. és 10. osztályos tanulók kapják, akiknek kiváló a tanulmányi eredményük, és elmélyülten foglalkoznak a történelemmel. 20-20 ezer forintot kapnak azok a diákok, akiknek a pályamunkáit elbírálták a kuratórium tagjai, és odaítélték ezt a díjat. Ez egy egyszeri készpénzes ösztöndíj, amivel igyekszünk segíteni a tanulmányaikat. A konferencián a pályázat eredmény hirdetését tartották, a díjat Ófehértón a képviselőtestületi ülésen vehetik majd át a győztesek. Az idén mindhárom díjazott a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanulója, Ipolyi Gréta 11., Boros Fruzsina és Moldván Andrea pedig 9. osztályba járnak. Nagyon boldog vagyok és büszke, hogy átvettem ezt a díjat, mert Hársfalvi tanár úr is Ófehértón született, mint én, és nagyon szeretem a történelmet. A konferencia második részében az érdeklődőknek a Megyaszói Általános Iskola történelem tanára az Involen elnevezésű virtuális kalandjátékot mutatta be. Az iskola diákjai az Involen országos döntőjét megnyerték, így ők képviselhették hazánkat az olaszországi nemzetközi versenyen. A hely alapú, helybázisú játékunkkal kijuthattunk Firenzébe az záró konferenciára, ami egyben az záró döntő is volt. Igazából itt a negyedik helyezést sikerült elérnünk, ami úgy gondolom, hogy egy hátrányos helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megyei viszonylatban is hátrányos helyzetű település kisiskolájának egy óriási eredmény, óriási lehetőség. A konferenciát követően a résztvevők az izgalmas virtuális kincskereső játékot ki is próbálhatták.